amikor Findus kicsi volt és eltűnt. Az öreg peccon a konyhalócán üldögélt, és Findusszal a térdén keresztrejtfényt fejtett. Meséld el azt, amikor eltűntem, kérte a kandúr. Nem tűntél el, hiszen itt vagy, válaszolta peccon. Igen, de amikor kicsi voltam. De hát azt ismered, annyiszor elmeséltem már. Mondd el még egyszer. Na jó, Egyezett bele peccon, és félretette a rejtvényt. Az egészet mondjam el, vagy csak azt, amikor eltűntél? Az egészet! Vágta rá a kandúr, és elégedetten elhelyezkedett. Jó, akkor elmondom az egészet. Volt egyszer egy öreg ember, Petson. Egy kis házban éldegélt vidéken, és szinte mindene megvolt, amit egy idős ember kívánhat magának. Csak az volt a baj, hogy néha egyedül érezte magát. Volt ugyan néhány szomszédja, akikkel el tudott beszélgetni, ha úgy hozta a szükség, de hát azoknak is megvolt a maguk elfoglaltsága. Aztán ott voltak még a tyúkjai, azok is jelentettek egy kis társaságot. Csak ne lettek volna olyan hebehúrják. Amikor mondott nekik valamit, hirtelen fogták magukat és elfutottak, mert valamelyikük épp talált egy gilisztát vagy valami hasonlót. Sohasem lehetett velük komolyabb dolgokról társalogni. Sötétedés után, amikor a tyúkok elmentek lefeküdni, gyakran vette körül üresség és csend a kis házat. Mintha már semmi érdekes nem lenne ezen a világon. Egyszer Anderson néni átjött a szomszédból, hogy beszélgessen egy kicsit pecconnal, Hozott egy kis süteményt, az öreg pedig kávéval kínálta de aztán szinte meg se szólalt. És Anderson néni látta rajta, hogy nem valami jó kedvű. Kéne neked egy feleség, aki felvidít egy kicsit, mondta. Dehogy kéne, válaszolta Petson. Azt sokkal előbb kellett volna meggondolni. Öreg vagyok én már az ilyesmihez. Megszoktam, hogy egyedül élek. Sok lenne nekem egy egész asszony. Nem, nincs szükségem senkire még macskát sincs. Hát, nincs, felelte az öreg, és elgondolkodott. Egy macskával nincs is olyan sok gond. Lehet, hogy jó lenne. A következő héten Anderson néni újra eljött. Ezúttal egy kartondobozt hozott magával. Tessék, egy kis társaság, mondta, és átnyújtotta a dobozt Petszonnak. Mi ez? csodálkozott az öreg, és elolvasta a doboz feliratát, az állt rajta, hogy Findusz zöld borsó. A borsó szemek nyöszörögni kezdtek. Petszon kinyitotta a dobozt, egy kis darab zöld csíkos anyagon aprócska cicát pillantott meg, aki nyivákolva egyenesen Peccon szemébe nézett. Szia, Findusz zöld borsó! Üdvözölte Peccon, és úgy érezte magát, mint amikor egy nyári reggelen az ember felhúzza a redönyt, és a meleg napfény beáramlik az ablakon. Engem Petszonnak hívnak, és ez a konyhám. Itt lakhatsz ezentúl, ha akarsz. Kérsz kávét? Nem szereti a kávét, világosította fel Anderson néni. A tejet annál inkább, meg hát persze mást is elfogad. Hm, mást is... Ismételte az öreg szórakozottan, és látszott rajta, hogy a kis cica teljesen leköti a figyelmét. Felemelte, elfért a tenyerében. Aztán megvakarta a puha bundácskáját, mire a cica apró karmaival belekapaszkodott az ujjába, és megharapta. – Hű, de harapós! – mosolyodott el Petszon, és békén hagyta. Aztán nyugtalanul Anderson nénire nézett. – Nem fog hiányozni neki az anyukája? – lehet, hogy fog néhány napig, de majd elfelejti. Csak viselt gondját, most már teleszel az anyukája. Hm, anyuka mondta Petszon Mélán, és boldogan ránézett a harapós kismacskára. Petszonnak most már százszor könnyebben teltek a napok. Nem volt már üres a ház. Findusz ott lakott a konyhában, és amikor az öreg kiment fát vágni, vagy bogarászni a kertbe, rácsukta az ajtót. Egy ideig biztos el lesz magában, gondolta. Azt mondják, a macskák jól elboldogulnak egyedül. De azért be kéne menni inni egy csésze kávét. Az öreg még sosem ivott annyi kávét, mint akkoriban. Peconnak végre akadt egy beszélgető társa, aki nem szaladt el, és nem kezdett el kotkodácsolni, csak úgy hirtelen. Soha sem beszélt még annyit, mint most, mesélt a gyerekkoráról, az ismerős tehenekről, meg hogy hogyan nő a krumpli. Egy szóval mindenről, ami épp az eszébe jutott. Kicsit sajnálta, hogy Findus csak nyávogott, és nem tudott mondani semmit. De úgy gondolta, ha elég sokat jár a szája, lehet, hogy a kandúr is megtanul beszélni. Az öreg minden este felolvasott egy mesét Findusnak. Na jó, nem annyira mesék voltak azok, Egyszer újságcikk egy cséplőgépről, máskor a képes újságban novella egy szerelmes ápolónőről, vagy egy-egy bekezdés a fogaskerekekről és emelőrudakról a feltalálók könyvében. Findus csendesen üldögélt az öreg térdén, hallgatta a történeteket, és megnézte a képeket, ha voltak. Egyszer, amikor épp az egyik újságot lapozgatták, odaállt a lap közepére, és hosszasan nézni kezdett egy bohócot a képen, aki egy nagy csíkos nadrágot viselt. Ilyen nadrágot szeretnék kiáltott fel végül. rá rábámult. Ez volt az első alkalom, hogy a kandúr megszólalt. Akkor meg is kapod válaszolta. Azonnal varrok neked egyet. Az öreg boldogan mosolygott, miközben elővette a varró dobozát. Micsoda kandúrja van! Teltek a napok, múltak a hetek. Findus egyre nagyobb lett. Most már nagyszerűen szaladozott egyedül is, és a kicsit messzebbre vitt az útjuk, például egészen az asztalos műhelyig, ráült Petszon vállára. Mindenütt ott akart lenni, és állandóan fecsegett. A csendes, üres ház, megtelt beszéddel és futkározással. Peco minden reggel arra ébredt, hogy Findus ráugrott, vagy nyomkodni kezdte az orrát, vagy a nagy lába ujját gyömöszölte. Hol voltak már azok a reggelek, amikor az öreg legszívesebben magára húzta volna a takarót, hogy ki se látszódjon? Még a gondolattól is szomorú lett, hogy mi lenne, ha megint egyedül kéne élnie. Így inkább gyorsan el is hessegette, és hát miért is gondolna rá, amikor ott van neki a kismacska, abban a hatalmas nadrágban, és fel leugrál a hasán, miközben kiabál. Ébresztő peccon, gyere játszani! Petson azonban egy reggel arra ébredt, hogy valami nincs rendjén. Azonnal felismerte a korábbi csendet abból az időből, amikor még nem volt macskája, aki addig ugrált volna rajta, amíg fel nem ébresztette. Egy csapásra magához tért, és kipattant az ágyból. Findusz, hol vagy? kiabált, és elkezdte keresni a kandúrt a takaró, meg a párna alatt, aztán az ágy alatt, sőt, még a cipőkben is. Irány az előszoba, meg a konyha! Findusz, itt vagy! mindenütt kereste, és közben hivogatta. Mezitláb, ahogy volt, kiszalad gyorsan a műhelybe, a fáskamrába és a tyúkokhoz. Olyan hevesen rántotta fel az ól ajtaját, hogy a tyúkok kotkodácsolni kezdtek, s minden irányba szétrepültek. – Nem láttátok Finduszt? – lihegett peccon. Segítség! Tolvaj! Jönnek a bikák! Hol van Findusz? Petszonon nincs nadrág! – kotkodácsolták a tyúkok egyszerre. – Csönd! – kiáltotta az öreg. A tyúkok elhallgattak. – Findusz eltűnt! Nem járt erre felé? Lássuk csak, kot, 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 azt hiszem ma nem, kotkodácsolt Prillán. Te vized el minden nap a tojásainkat? Petszon nem válaszolt, és ott hagyta őket. Ezek a tyúkok egyik percről a másikra sem tudják, mi történik. De most ő sem tudta, hogy csupán tíz méterre tőle ott ül a kis kandúr, és halálosan fél. Amíg Peccon aludt, Findus elindult felfedezni a házat. A padlás lépcső alatt az egyik szegletben talált a falban egy lyukat, és bemászott rajta. Cseppet sem félt a sötétben, és rendkívül kíváncsi volt. Nem sok fény volt oda bent, de Findus szeme hamar hozzászokott a homályhoz. Itt, ott a réseken keresztül beszűrődött egy kis gyenge fénysugár, és ez elég volt ahhoz, hogy lásson. Ez itt az egerek és egyéb apró állatok világa volt. Itt laktak, és ide gyűjtöttek össze mindent, amit Petszon elveszített. Az ócska fadarabokból, fűrészportól és pókhálótól csupa kosz volt minden. Findusz válaszfalakon, a padozat alatt a keskeny járatokon haladt keresztül. Volt, amikor deszkát, máskor meg hűvös, nedves földet érzett a tappancsa alatt. Az egyik sarokban aztán világosabb lett, és a ház deszkáinát nem sokára a szemébe sütött a nap. Amikor kijött, hatalmas fűben találta magát egy ház előtt. A csalámban egy halom ócskaság és rozdástárgy tárgy hevert. Nem tudta, hol van, még sosem járt erre felé. Hirtelen zörgést és morgást hallott a fű közül. Valami nagy, ismeretlen volt mögötte, és zörgött és morgott. Amikor megfordult, egy hatalmas, bundás csomót látott közeledni. Findus minden egyes szőrszála égnek állt az ijegységtől, és mint akit rugóból lőttek ki, gyorsan beugrott az ócskaságok közé, onnan pedig egy régi ládába. Egy kis lyukon keresztül figyelte a veszedelmes szörnyeteget. A szörnyetek szürke volt, és gömböided, és fekete, meg fehér csíkok voltak rajta. Körbeszaglázta a füvet, és közben furcsa hangok hagyták el a torkát, mintha magában beszélne biztosan kismacskákat keres, hogy megegye őket, gondolta Findus. Olyan csöndben volt, amilyen csöndben csak lenni tudott, és abban reménykedett, hogy a szörny nem veszi észre. Most meghallotta, hogy Petszon keresi. Akkor minden esetre nincs messze a háztól. De mit csináljon, hogy az öregit keresse? Nem mert visszakiáltani, mert akkor a szörnyeteg esetleg észrevenné. Teltek-múltak a percek, és a szürke szörcsomó még mindig ott ólálkodott a láda körül. Findus sírni kezdett. Valaki nagyon sír ideben, szólalt meg egy hang. Szerintem egy szomorú kis macska, felelte egy másik. Két állatka beszélgetett így, ők is Petzon laktak. Findus korábban már találkozott ilyenekkel. Bárhol képesek voltak felbukkanni, így a kandúr nem nagyon csodálkozott rajta, hogy egyszerre csak ott termettek a ládájában. Nem merek kimenni, szipogott Findusz. Kint van egy nagy, borzalmas állat, és meg akar enni. Pecon sosem talál rám. A két kis teremtés lögdösni kezdte egymást a lyuk előtt, hogy kinézhessen. Hű, de veszélyesnek látszik, biztosan minnyájunkat megesz, szerintem maradj itt. De én nem akarok, nyávogott Findus. Haza akarok menni Petszonhoz. Ne, itt nyugodtan ellakhatsz, jó itt. Ne légy szomorú, inkább mesélek neked, vigasztalta az egyik. Én jobban tudok mesélni, vágta rá a másik. Így hát mind a ketten egyszerre mesélni kezdtek. Volt egyszer egy mukla, rendkívül jóságos és kedves volt, nagy volt és erős, meg okos és szép, ő volt a világon a legjobb, tényleg, úgy hívták, hogy Plums. Nem, Kuling! A mese arról szólt, hogy a mukla egyszer talált egy macskát egy ládában. De leginkább arról szólt, hogy a mukla milyen ügyes volt, a szegény macskát pedig szinte meg sem említették. Findusz hamar belefáradt a hencegésbe. Semmi kedvem az unalmas meséiteket hallgatni. Inkább azt szeretném, ha Petszon ide jönne. Szipogott. Nem tudnátok szólni neki. Szólni kicsit nehéz lesz, mert nem ismeri a nyelvünket, még csak nem is lát minket. Igen, Petzon kicsit nehéz fejű, de azért adhatunk neki néhány tippet, ne szomorkodj, elintézzük. Mindent el szoktunk intézni, ezzel eltűntek. Findusz már is jobban érezte magát, olyan ügyesek ezek a kis állatok, biztos sikerül idehívniuk peccont, gondolta. Letelepedett a lyuk mellé, és tekintetét a szörnyetegre szegezve várta, hogy az öreg megérkezzen. Pecom még egyszer átkutatta a házat, most már nagyon nyugtalan volt. Szét kell néznie a többi épület körül is, meg a kertben, sőt, az lesz a legjobb, ha kimegy egészen az útig. De amikor rendesen fel akart öltözni, nem találta sem az okniát, sem a cipőjét. Mindig ez van. A csavarok, a tollak, a szerszámok, minden eltűnik, pedig nagyjából mindig tudja, hová tette őket. És aztán sokkal később egész máshol talál rájuk, mintha lenne valaki a házban. Szeretett arra gondolni, hogy egy manóval él együtt, akkor legalább nem érezni magát olyan egyedül. De most már nincs is szüksége manókra, hiszen itt van neki Findus, lehet, hogy ő talált ki egy újabb játékot? Bújócskázik, vagy a hogyan csapjuk be az öreget játékot játsza? De akárhogy is vakarta a fejét és húzogatta a szakállát, a cipője meg a zoknia nem került elő, mint ahogy Findus sem. Az öreg felhúzta a csizmáját, és kiment, hogy szétnézzen a ház körül. De, hiszen ott van a cipője. A ház előtt áldogált, mintha a kertbe készült volna. Aztán Meglátta az zokniát is. Nyíl alapban hevert a földön, és az asztalos műhelynél elkanyarodott. Amikor odament, még a nadrág tartója is ott volt a fűben, a műhely mögé mutatva. A műhely mögötti kacatok között pedig egy dróton habverő lógott, és ott volt egy borz is. Az öreg kis borzika. Néha itt szokott szaglászni a reggeli szürkületben. Amikor peccon először látta, kicsit óvatos volt vele, mert úgy hallotta, hogy a borzok támadnak, ha megijednek valamitől. De úgy tűnt, ez itt ugyanezt gondolta az emberekről, mert mindig elfutott, ha jött valaki. – Szia! – köszönt neki peccon. A borz felnézett, és amikor meglátta az öreget, gyorsan eltotyogott. Majd eltűnt a dombon a fák mögött. – Findus! – kiáltotta peccon. Itt vagy! – igen, itt vagyok, hallatszott a kacatok közül, és a régi, nedves ládában, a rozsdás vacakok és a lehullott falevelek között, ott volt a kis Findusz, és örömében ugrándozott. Az öreg felemelte, és a kandúr erősen belekapaszkodott a nyakába. Ó, Petszon, nyivákolt, megmentettél ettől a szörnyű fenevattól, vigyél haza, kérlek, nem akarok itt lenni, ez a hely életveszélyes. Ugyan, mondta Petson, ez csak az öreg borz volt. Nem eszik macskákat, és ha nem bosszantod nagyon, nem is veszélyes. És itt lenni sem veszélyes. Az lesz a legjobb, ha megismered az összes lyukat, ahová elbújhatsz, ha jön a róka vagy egy ostoba kutya. Ugrálj csak körbe egy kicsit, én majd addig leülök ide, és várok. Findus az ijegységtől teljesen meg volt dermedve, és szorosan fogta Petson nagy ujját. Az öreg azonban kiszabadította magát, és letette a kandúrt egy rostás hordóra. Itt nem kell félni semmitől, mondta. Leülök ide. Findusz bizonytalanul körülnézett, majd fogta magát, és odaugrott egy régi fafűrészhez, aztán pedig egy rostás biciklihez. Végül lemerészkedett a földre. Mindenhová bemászott, mindent megvizsgált néha pedig kidugta valahonnan a fejét, és elkiáltotta magát. – Hello, Petson! Az öreg üldögélt, és figyelte, ahogy a nap felkúszik a fák csúcsai fölé. A kandúr pedig a műhely mögött felfedezte az összezzugot, sőt egy darabon még a dombot is. Később bementek a házba, és megreggeliztek. Petszom megkérdezte, hogy Findus tette -e a cipőjét és az okniát úgy, hogy mutassák az utat. Nem, nem én voltam, Mondta Findusz. Azok a muklák voltak, ők segítettek, a barátaim itt laknak a házban. Tényleg? csodálkozott Petzon. Ha te mondod, biztos így van, akkor most már többé nem kell egyedül éreznem magam. Vannak szomszédaim, tyúkjaim és mukláim. Na no, meg egy kis macskám. Aztán, igen, aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltak fejezte be peccon a mesélést. Findus elégedetten mosolygott peccon hasán. Ez a kismacska én vagyok, mondta. Igen, te vagy, felelte az öreg. Milyen szerencső, hogy megtaláltalak, mielőtt a borz megevett volna. Ugyan, nem is veszélyes, jelentette ki Findus. Már barátok vagyunk, nagyon rendes. Te aztán mindenkivel összebarátkozol, igen, mondta a kandúr, és elgondolkodott, de azért te vagy a legjobb barátom. Igen, nyugtázta peccon, és mosolygott egyet. Ez igaz.